Your channel was edited. User joined your channel. User joined your channel. You were banned from the server. See you soon. Welcome back. Hey, wake up. Hey, wake up. You were banned from the server. Your channel was edited. User joined your channel. User joined your channel. You were banned from the server. See you soon. Welcome back. Hey, wake up. Hey, wake up. Channel switched. No whisper target found. Channel switched. Server group assigned. Channel switch. User in your channel. Sziasztok, lejöttünk horgászni a Dunára. Itt vagyunk Gyurival. Sziasztok. Szevasztok, srácok. Most raktunk egy kis tüzet, mert eléggé hideg van. Közben főzzük az őszgulyást. Négy bottal vagyunk, 24 órára fogunk horgászni. Nadállyal fogunk horgászni, megpróbálunk harcsát fogni, úgyhogy reméljük, hogy sikerül nagyobb harcsákat fogni, mert ez egy eléggé jó helynek tűnik, úgyhogy reméljük, hogy sikerül harcsát fogni. Most főzzük az őzgulyás, és nem sokára készen lesz. Szennyi Balaton magunkra itt vagyunk. Hát keverünk ilyen etetőanyagot, tonkukat, kukorica, van benne egy ilyen kis ilyen oldódó bolyli. Mutasd csak a kezecskét, amit látom, ebben van fúzió is. Ebben van fúzió, igen, a fúzió az nem maradhat el. Ami Sanyika ajánlott. Igen, amit a Sanyika ajánlott, de most már én aktívan használom. Igen. Kék fúzió, összekeverve, ananászos aroma, ilyen folyékony. Van benne kukoricadera, liszt. Hát amit a hal szeret, van benne többfajta, tudjanak válogatni. Ezt bekeverjük, és akkor beparítja azok újra, mint a múltkori alkalomnal. Hát azt, hát ahova viszi a víz, oda viszi, majd a halak megtalálják. Gyurika. Akkor sikerült fognunk egy kis dévért. Ez már egy jó jel, ugye? Ez egy jó jel. Jönnek a halak etetésre. Bejött etetésünk. És akkor hagyj úszon. Így, mehet vissza. Na hát akkor ma csak harcsákra fogunk menni nadállyal. A szerelékünk a 100 g-os ólom. Ilyen előke és 6 darab nadály, ilyen 5-ös harcsázó horgon. Reméljük, hogy már sikerül már nagyobb példánt fogni, főleg harcsából, mert még nem sikerült. Reméljük, hogy Duna megajándékoz minket, és akkor nagyon örülni fogunk. A srácok, megvan a harcsa. Csak úgy viszi a féket. Ez szép lesz a csinálat. Hozzám ezt a botot? Húzzad, de itt Gyurika! Húzd, mert lehet, hogy fél alapom, húzd! Látni valamit belőle? Hát nem nagyon, semmit nem látni. De. Gyuri, húzd már ki! Ez nagy lesz szerint. Jó. Csak nem valami algat húzok. De. De ott előbb rangatott, láttatok itt a húzat. Láttuk, ha. De megvan. Öcsém, ez nagy lesz. Mondtassa magát. Csak a vízben ne álljál be. Lesz. Nem, ez húzd, gyerekek. Én bemegyek a vízbe, akkor levetkeződök. Nem tudod. Levetkeződjek sem? Nem. Nem kell, de hogy... Gyünk kifele. Úszik kifele, bazdmeg. Meg fog valami a színűbe, vigyázz! Tudom, féket kiengedem. 25-ös fonot. 25-ös fonot. Van rajta. Ahogy az előző videóban mondtam. Világíts meg az órát. Ennyi az idő. Negyed kettő van. Jön főfele. Gyerekek, ez szép lesz. Ez nagyon szép hal lesz. Aha. Oké, ott van a... Jaj, de szép te. Vegyed. Engedd ki a féket nyugodtan. Hát ne szakítsa nekem. Én csak ne vigyem be akadóba. Ott van már. Jaj, de szép. Van 5 kilós. Szép. Több is. Jaj, de szép pedig. Thank you.
92 cm-es harcsa. Gyerekek, mekkora harcsát fogtunk! 92 cm-es harcsa, mindjárt megmérjük, és azt is mondom, hogy hány kiló. Na, 6 kilós a harcsa majdnem, 92 cm-es, alig bírom el. Edinka, reszket a kezed? Hát 6 kilós harcsától még szép röszket a kezem. 92 cm-es, 6 kilós harcsától. Fasza, köszönjük. Én köszönöm, hogy foghattam. Köszi, Duna. Ma. Szia. Szia. Én fogtam, nem te. Tudom. Na, Sanyika, mit fogtál? Hareszt. Hareszt, egy hatalmas nagy hareszt fogott a Sanyika. A várva várt hatalmas hareszt. Na, közi, nyomjad ki ebbe azt a kurva halat. Hú, Sanyi, mekkora horcsa van a kezedben. Na, megcsalizom a horgot, először a horogra felhelyezem a kanadai kukacot, majd utána pedig a nadájt. Felváltva fogom őket felhelyezni a horogra. Vásároltunk 20 darab nadájt, amit az éjszaka folyamán már felét elhasználtuk, mivel sikeresen fogtunk egy gyönyörűséges 5,8 kg-os harcsát. Nem is, először elnézést, jön a nadáj. Még maradt ennyi nadájunk. És én azt a taktikát találtam ki, ne tapadjon a kezemre, szépen belemártogatom így a shoulderba, és így helyezem fel a horogra. És ezt így fogom felváltva. Ilyen három kanadai kukacot teszek rá, és három nadájt. Hatalmas nagy harcsa bomba lesz. Erre nem jön a harcsa, akkor semmire. Ez a harcsák kedvence. Kész a bomba. Kicsit kavicsos, de a víz lemossa, és a harcsa pedig megeszi. Na, befejeztük a horgászatot, sikerült fognunk egy harcsát, ami 5,8 kg-os és 92 cm-es volt. Nagyon örültünk neki, és örülünk is. Legközelebb is jövünk. Köszi szépen, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! A Duna! De miért akarom mindig mondani azt, hogy reméljük a Duna is ajándékoz nekünk? Mindig ajándékoz valamit, nem tudom, hogy miért mondom. Mert itt vagyok a Duna mellett, szerintem azért mondom, hogy meghallja. De ő hallja, meg tudja is, meg adja is.